Adóügy. Elkezdődik az Országos Adóhatóság digitalizálásának folyamata, jelentette be Mátyás Csolákó miniszterelnök a kormányülés elején. Ukrán gabona. Az Európai Bizottságnak le kell állítania az ukrajnai termékek behozatalát, ha azok torzulást okoznak a belföldi piacokon. Erről fogadott el határozatot az Európai Parlament. Marosvásárhely. Bejelentette Sóz Zoltán Marosvásárhely polgármestere, hogy újabb mandátumra pályázik a júniusi helyhatósági választásokon. Ismét függetlenként indul. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Elkezdődik az Országos Adóhatóság digitalizálásának folyamata, ezt a mai kormányülés elején jelentette be Mátyás Csolákó miniszterelnök. Vállaltuk és meg is tesszük, hangsúlyozta a kormányfő. Lassan évente visszatérő motivum, hogy Románia éllovas az adócsalás tekintetében uniós szinten. Ez alig ha meglepő, hiszen eltekintve a rosszhiszemű vállalkozóktól, illetve adócsalóktól, az állam is döcögösen végzi a feladatát. Ennek apropóján több gazdasági szakértő évek óta hangsúlyozza az adóhatóság digitalizálásának a szükségességét. Gyakorlatilag az egész intézményrendszert át kell szervezni a hatékonyság növelése érdekében, állítják. Úgy néz ki, most már a Csolákó kormány is ráeszmélt erre. A miniszterelnök közölte, hozzálátnak az ANAF átszervezéséhez és digitalizálásához. Az átszervezésre azért van szükség, hogy növelni tudjuk az adóbegyűjtés hatékonyságát. Összehangolt és világos elképzelésre van szükség az adócsalás visszaszorítása érdekében. Felvállaltuk, hogy 32 év után korszerűsítjük és digitalizáljuk az adóhatóságot, hogy minden állampolgár számára hatékony szolgáltatásokat tudjunk biztosítani. Mátyás Bolos pénzügyminiszter jövő év január 1-jét tűzte ki a folyamat lezárása határidejének. Románia utolsó az Európai Unió tagországai között az áfa behajtás tekintetében. Európai szintű felmérések azt mutatják, hogy 2021-ben az adóhatóságnak a fizetendő áfa mindössze 63%-át sikerült behajtania, ami hozzávetőleg 9 milliárd eurós költségvetési bevétel kiesést eredményezett. A közel 37%-os áfa kiesés messze a legrosszabb érték az EU-ban, ahol az átlag 5,3%-os. Mérsékelni fogják az ukrajnai termékek Európai Uniós behozatalát az Európai Parlament által tegnap elfogadott határozat értelmében. A vonatkozó módosító javaslatot romániai képviselők csoportja terjesztette a plénum elé. Határozatot fogadott el szerdán az Európai Parlament az ukrajnai termékek behozatala kapcsán. Vince Lorenz EP képviselő ennek nyomán közölte, sikerült gátat szabni az Európai Uniós tagállamok piacát elárasztó ukrajnai mezőgazdasági termékeknek. A határozat értelmében az Európai Bizottságnak le kell állítania az ukrajnai termékek behozatalát, ha azok torzulást okoznak a belföldi piacokon, és a helyi termelők már nem tudnák értékesíteni termékeiket. A gabona, a baromfi, a tojás, a cukor és a méz piacáról van szó. Ez a mi munkánk eredménye. A romániai képviselők egy csoportja nyújtottuk be azt a módosító javaslatot, amely elnyerte a plenáris ülésének többségi támogatását. Ezzel biztosítottuk azt, hogy nem az erdélyi gazdák vállát nyomja az a teher, amelyet az Ukrajnából származó termékek okoznak, az a torzulás. Vince Lorenz hangsúlyozta, azt is biztosítják, hogy a termékek oda jussanak, ahol a piacon szükség van rájuk. Romániában nincs, Észak-Afrikában van. Ez jelenti a szolidaritást Ukrajna fele, illetve az azon országok esetében, amelyeknek szükségük van ezekre a termékekre. Mint ismert, a gazdatüntetések egyik oka, hogy az uniós piacot elárasztó ukrán mezőgazdasági termékek rendkívül nehéz helyzetbe hozták a hazai gazdákat. A tervezetnél későbbre halasztotta a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség az egységes mezőgazdasági támogatások igénylésének kezdetét. A kérelmek benyújtására szánt idő nem lesz kevesebb, illetve a kifizetési időszakot sem befolyásolja a 3 hetes késés.
A tervezetnél későbbre halasztotta a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség az egységes mezőgazdasági támogatások igénylésének a kezdetét. Az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka március 1-én kellett volna elkezdődjön, azonban az APIA csak április 4-től fogja tudni fogadni a kérelmeket. A benyújtási időszak hosszabb változatlan marad, a kéréseket június 7-éig fogadják. Hasi András, a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetője híradónk megkeresésére elmondta, miért késnek az igénylések fogadásának a kezdetével. Lényeg az, hogy a román kormány is próbál ezeken a szabályokon egy kicsit változtatni. Persze, hogy mindezek ügyében egyeztetni kell az Európai Unió szerveivel, és ezek az egyeztetések valószínűleg későn indultak, a gazdák is az elégedetlenségüket elég későn fejezték ki, nyilvánították ki. Ezért ezek a dolgok most történnek, és most szükség volt erre a késésre. Azt is elmondta, hogy az utóbbi években bevezetésre kerültek különböző környezetkímélő támogatások, amelyek miatt a romániai szabályozásokat az európai szabványokhoz kellett igazítsák. Emiatt vártak a kiírásokkal, hiszen a gazdák tüntetése miatt nem tudták biztosra, hogy lesznek-e változások vagy sem. Azt is elmondta, hogy a juttatások folyósítása ősszel a szokásos időben kezdődik. Kézműves foglalkozással hangolódtak a nemzeti ünnepre az aradi gyerekek. Az RMDS Arad megyei szervezete évről évre összehívja a legfiatalabbakat, hogy együtt készítsenek kokárdát, amit majd aztán büszkén viselhetnek a közös megemlékezéseken. Az idén is bebizonyosodott, hogy a mézeskalács díszítésnek nagyon örülnek a gyerekek, hiszen percek alatt megrohamozták az asztalt azon a rendezvényen, amelyet az aradi RMDS szervezett a számukra március 15-ére hangolódva. Tiszta máz minden, tiszta liszt minden, itt mindenki élvezi a munkát. Kicsitől nagyig, mert ugye nagyok is vannak, nem csak kicsik. Nagyrészt piros-fehér-zöldben készültek a különféle alkotások, amelyek elsősorban nemzeti kultúránk szimbólumaiból merítettek. Mézes kalácsot díszítek, a színek pedig zöld, fehér, piros és szívecske formát díszítek. Először voltam ugye fűzni, most volt egy nyakláncom is, csak azt adtam az anyukámnak, csináltam egy karkötőt, mindjárt megyek a babás asztalhoz. Ahol pártát és huszárlovat készítettek, vartak és fontak a szorgos kezek. Vettünk valamilyen fekete célát, ahol megcsináltuk a haját, és aztán befontuk, megkötöttük, és a ruháját megfelvartuk rá. Persze a hagyományos kokárdák sem maradtak ki a sorból. Amikor elkészítettük a kokárdát, akkor én feltűzöm neki, megigazítom szépen, és azt mondom neki, hogy büszkén viseld ezt a kokárdát, légy büszke arra, hogy magyar vagy. És ez mindig benne marad a kicsi fejében. Az RMDS Arad megyei szervezete ugyanis azért hívta életre a hagyományőrző tevékenységet évekkel ezelőtt, hogy már gyerekkorban megalapozzák a magyar identitás érzését. Az elmúlt évekhez hasonlóan március 15-én délután koszorúzást tartanak a Szabadságszobornál, majd a Háromszék táncegyüttes folklor előadásával ér véget a megemlékezés a Nagyszínházban. Új várost építünk szlogennel jelentette be Sós Zoltán Marosvásárhely polgármestere, hogy pályázik egy újabb mandátumra a júniusi helyhatósági választásokon. Tegnap este támogatói körében ismertette, ismét független jelöltként indul. Ahhoz, hogy célba érjünk, egy új várost építünk. Ezért úgy döntöttem, idén is elindulok a polgármesteri címért. Függetlenként ismét. De örömmel veszem mindazok támogatását, akik egyetértenek céljaimmal, legyenek azok pártok vagy civil szervezetek. Sós Zoltán szerda este a támogatói körében jelentette be, hogy újabb mandátumra pályázik Marosvásárhely polgármestereként. Az új várost építünk szlogennel hangsúlyozta, hogy folytatni szeretné mindazt, amit elkezdett. A fontos beruházások között említette a tömegközlekedés forradalmasítását, 10 oktatási intézet felújítását, valamint a tömbházak hőszigetelését. Elmondta, a város saját bevétele jelentősen nőtt, valamint több mint 5,5-szer annyi uniós
támogatást sikerült lehívniuk, mint az előző ciklusban. Véleménye szerint, amit elkezdtek, azt folytatniuk kell, és nem szabad hagyniuk, hogy a város visszakerüljön a 4 évvel ezelőtti állapotába. Ez a hosszú út ugye 2020-ban elindult, és természetesen az a sok munka és erőfeszítés, amit a város érdekében tettünk, ezt nem szabad hagyni elveszni. És arra hívtam fel a Marosvásárhelyek figyelmét, hogy ezt együtt tudjuk folytatni. Az ő támogatásuk nélkül az én munkám nem tud haladni előre, de ez nagyon fontos, hogy a város ne essen vissza az azelőtti stagnálásba, hanem megmaradjon a fejlődés vonalán, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a városgazdaság életének a növekedése az elmúlt 3,5 évben. Az eseményen olyan köztiszteletnek örvendő személyiségek biztosították támogatásukról Sós Zoltánt, mint dr. Alexandru Lupsa idegsebész, egy szociális alapítvány vezetője és Nyulas Bernát vállalkozó. A hivatalban lévő városvezető elmondta, örül annak, hogy már ketten is bejelentették, hogy indulnak a választásokon. A több jelölt ugyanis azt jelenti, hogy több ötlet van a város fejlesztése érdekében, a verseny pedig mindig előre visz. Abban bízik, hogy a kampányban a város fejlődésére összpontosítanak, és mellőzik a személyeskedéseket. Bármelyikükkel készen állok a nyilvános vitára, jelentette ki. A pénzkezelés, az időbeosztás és a párkapcsolatok kérdéskörét járták körül a 2024-es ifjúsági karaván záró eseményén, amelyet Hargita megye fejlesztési ügynöksége és Csík terület ifjúsági tanácsa szervezett. A fiatalokat leginkább érintő témákkal kapcsolatos előadások után bemutatták Hargita megye tanácsának ifjúsági stratégiáját is. Idő, pénz, kapcsolatok. Ezekben a témákban tartottak előadásokat a Csík területi ifjúsági tanács és Hargita megye fejlesztési ügynöksége által szervezett eseményen a meghívottak. A szervezők a középiskolásokat 10 évesek igényeire kívántak válaszolni a rendezvénnyel. Számunkra az a legfontosabb, hogy olyan témákat vesézzünk ki, olyan témákat beszéljünk végig, ami a fiatalokat leginkább érinti. Ugye ilyen a pénzkezelés, az időbeosztás, és nem utolsó sorban, hogy a fiatalokat egyik legjobban érintő téma a párkapcsolatok kérdése. Ebben a 3 témában hívtunk szakembereket, illetve igyekszünk a Hargita Zavár weboldal, újraalakult weboldalt, és a promoválása mellé létrehozott kisfilmet is a Csíki moziba bemutatni. A rendezvény keretében bemutatták Hargita megye tanácsának ifjúsági stratégiáját is, amelyet szimbolikusan elfogadtak a jelenlevő fiatalok. A jelenben kell segítsük a fiatalokat, és a Csíki ifjúsági tanácsának a munkája azért értékes, mert az elmúlt hetekben, hónapokban, az elmúlt fél évben lejárták az utolsó kis falut is Csíki térségben, összegyűjtötték a fiataloknak az elvárásait, és ma itt csokorba szedve bemutatják. Én egy ilyen ifjúsági életben hiszek. Az esemény keretében bemutatott Hargita Hazavár weboldal és applikáció olyan külföldön tanuló vagy dolgozó fiataloknak kínál információkat, álláslehetőségeket, útmutatásokat, akik szeretnének hazaköltözni, jövőjüket Székelyföldön tervezik. A sepsiszentgyörgyi közösség egy erős, összetartó közösség, ezt az érzést pedig erősítik azok a programok, amelyeket a civil szervezetek kezdeményeznek, és amelyek valós társadalmi igényekre válaszolva születnek meg, fogalmazott Antal Árpád polgármester a város által indított pályázati lehetőségek ismertetésekor. Tavaly 170 ilyen jellegű eseményt szerveztek a városban. Azt hiszem, hogy ez a szám ez jelzi azt, hogy Szentgyörgyön mindig történik valami. Több mint 10 000-en vettek részt tavaly azon a 170 eseményen, amelyek az önkormányzat által meghirdetett pályázatokon nyertes egyházi és civil szervezetek rendeztek meg. Kerékpáros programok, motoros Mikulás, 24 órás futás, karate versenyeken való résztvétel, csak egy pár program a sok közül, amelyet stratégiai partnerségben a sepsiszentgyörgyi önkormányzat finanszírozott. A városvezetőség idén is megadja a lehetőséget mindenkinek, akinek van közösségépítő ötlete, és csatlakozni tud egy-egy szervezethez. Arra biztatunk minden egyházi és civil szervezetet, hogy pályázzanak, legyen minél több kezdeményezésük.
A tavaly 170 rendezvényt szerveztek meg a civil szervezetek az önkormányzat különböző pályázatai révén. Ezen több mint 10 000 szentgyörgyi polgár vett részt. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hiszen mi nem csak fizikai értelemben kell építsük és fejlesszük a várost, hanem a közösséget is kell építeni. A pályázati lehetőségeket ismertető sajtótájékoztatón részt vettek a civil és egyházi szervezetek képviselői is. Volt, aki frissen bejegyzett egyesületével újnak számít a pályázók között, de olyan is van, aki mintegy másfél évtizede működik együtt az önkormányzattal. A Sportol Egyesület fiatal sportolói számos hazai és nemzetközi sikert értek el az elmúlt évek folyamán, emellett az egyesület több száz gyermeket mozgat meg a különböző tánc, karate és alpesi síszakosztályaikkal. Pályázati segítség nélkül erre nem lenne lehetőségük. Amikor elindultunk egy no-name egyesületként, akkor egyedüli támaszpontunk az az önkormányzat és a helyi szervezeteknek a támogatottsága lehetett, de ahogy mondtam, a tájékoztatóban is egy jelentős részét vállalja föl az önkormányzat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nekünk egy elengedhetetlen, és minden évben számítunk erre a fajta támogatásra. A kulturális, ifjúsági, sport és mentálhigiéni és pályázatok leadásainak határideje március közepétől kezdődik, és akinek van olyan közösségépítő ötlete, amiben láthat fantáziát a város lakossága és a városvezetés is, az a részletekről az önkormányzat honlapján tudakozódhat. Segítséget nyújt a civil szervezeteknek a pályázatok megírásában a kolozsvári RMDS. Pályázati gyors talpalon tudhatták meg a potenciális pályázók a legfontosabb információkat, illetve feltehették kérdéseiket a szakembereknek. Kolozsvár önkormányzata március 20-áig várja a kulturális, sport, ifjúsági és szociális eseményeket támogató pályázatokat. A sikeres pályázás érdekében az RMDS kolozsvári szervezete a helyi civil szervezeteknek gyors talpalót szervezett. Olá Emese, a város alpolgármestere elmondta, céljuk, hogy minél több magyar kezdeményezés valósuljon meg. Én remélem, hogy nagyon sokan részt fognak venni a mai talpalón, illetve nagyon sok sikeres magyar pályázat fog érkezni. Március 20-áig várjuk a pályázatokat, mintegy 12 millió lejes finanszírozási keretből lehet lehívni a megfelelő összegeket. A rendezvényen útba igazította az érdeklődőket Ovidiu Moldován, Kolozsvár polgármesteri hivatala kulturális, ifjúsági és sportprojektekért felelős szolgálatának vezetője. Bemutatta a legfontosabb tudnivalókat, elmondta tanácsait, illetve válaszolta a feltett kérdésekre is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy még többet megtudjunk a pályázatról magáról, amire pályázunk, ugyanis nagyon sokszor azt tapasztaltam már a rövid pályafutásomban, ha mondhatom így, hogy nem tartalmaz minden információt, amire talán szükség van, és sok kérdés merülhet fel még egy pályázat megírása során, és úgy gondolom, hogy itt rá is lehet kérdezni a bizonytalanságainkra, és megtudhatunk olyan információt, ami nagyon sokat segíthet. A rendezvényen közel 30 személy vett részt különböző civil szervezetek képviseletében. A Bihar megyei Magyar Középiskolás Egyesületek Tanácsának kezdeményezésére március közepétől egy új ifjúsági online platform indul Majom-sziget elnevezéssel Bihar megyében. Az internetes oldal leendő munkatársai háromnapos médiaképzésen vehettek részt Nagykágyán. Az újságírás, televíziózás és a rádiózás iránt érdeklődő középiskolás fiataloknak tartottak háromnapos médiaképzést Nagykágyán. Az esemény apropóját a nem sokára induló Majom-sziget ifjúsági online lap adta, amelyben a diákok saját élményeiket, tapasztalataikat írhatják le az őket foglalkoztató témákban. Azt a problémát vettük észre, hogy nincs egy platform az interneten, ahol az ifjúság, a diákság megoszthatja egymással a véleményét, vitázhatnak iskolai dolgokról, és ezt a szerepet fogja elvállalni a Majom-sziget. Ez egy platform lesz, ahol összegyűjtjük a diákságot. A képzés során nagyváradi és kolozsvári újságírókkal és az Érhangja médiacsoport munkatársaival dolgozhattak együtt a diákok. A foglalkozásokon betekintést nyerhettek az online tévézés, podcast készítés és az újságírás világába,
kipróbálják magukat közösségi média tartalom gyártójaként, interjúalanyként és riporterként is. Figyeljük a fiatalok média fogyasztási szokásait, az előkészítő munkának a nagy része ezzel telt, tehát megtalálni azokat a csatornákat, ahol szerkesztett tartalmakat lehet a fiatalokhoz eljutatni, ezek legyenek komoly tartalmak, ezek legyenek szórakoztató tartalmak, de lehetőleg minőségi, tehát minőségi szövegek, hangok, képek, ilyeneket tudjunk a fiatalokkal legyártatni és eljutatni hozzájuk, meglátjuk, hogy milyen lesz a fogadókészség. A tervek szerint az oldal március 15-én, a Magyar Sajtó napján kezdheti el hivatalosan a működését. Az ifjúsági lapot a legnépszerűbb közösségi média felületeken és a majomsziget.ro oldalon találhatják meg az érdeklődők. Számos új lakóval gazdagodott a Marosvásárhelyi állatkert. Összesen 35-11 különböző fajhoz tartozó állat érkezett idén az állatkertbe. A legújabb lakók között van a pókmajom, az arapapagájok különböző fajtái, valamint egy tyúklúd is. Újabb lakók érkeztek a Marosvásárhelyi állatkertbe. Idén összesen már 35-11 különböző fajhoz tartozó állattal gazdagodott az állatkert. Január folyamán egy láma és egy dexter tehén érkezett, februárban két dámszarvas és egy sörényes juh, a napokban pedig a nyíregyházi állatkertből egy pókmajom költözött Marosvásárhelyre, ami új faj az állatkertben. A Közép- és Dél-Amerikában honos pókmajom egyébként veszélyeztetett faj, különlegessége pedig, hogy a farkát ötödik végtagként használja. Érkezett még három harlekin papagáj, egy kék sárga arapapagáj, egy zöld arapapagáj és négy katona arapapagáj. Egy tyúklúd is az új lakók közé sorolhatja magát. A múlt héten érkezett Nyíregyházáról egy nagy papagáj kollekciószállítmány, tehát most már az összes nagy arapapagáj itt nálunk megtalálható, tehát kezdve a kék hátú arra, a zöld szárnya arra, a mexikói katona arra és a harlekin arra. És ugye szép kis csapatokban, tehát nem egy-kék. És szintén érkezett Nyíregyházáról egy pókmajom is, valamint egy tyúklúd, és a ljubljanai állatkertből érkezett egy csapat dámszarvas, 13 dámszarvas, valamint egy csapat gémszarvas. Az intézmény igazgatója szerint a nyári szezon kezdetre is lesznek meglepetések, de erről nem kívánt részleteket elárulni. A most érkezett állatok már látogathatóak és barátkoznak az új környezetükkel. 11. alkalommal nyitja meg kapuit a Forradalom utca 48, az Erdély Magyar Televízió történelmi vetélkedője, amelyben három erdélyi város diákjai mérik össze tudásukat és ügyességüket. Az 1848-as forradalom eseményeit és szereplőit felelevenítő vetélkedőt holnap este 8 órától láthatják nézőink. Zajlanak az előkészületek a Forradalom utca 48 című televíziós vetélkedő felvételén. A diákok izgatottan vették birtokba a Marosvásárhelyi Kultúrpalota kis termét. Az Erdélyi Magyar Televízió és az RMDS oktatási főosztálya idén immár 11. alkalommal szervezi meg a középiskolásoknak rendezett történelmi versenyét. Sajátos ez a rendezvény abban is, hogy a diákok az iskolai tananyagon túlmutató ismeretanyagból készülnek. Ezért ez a vetélkedő jól kiegészíti azokat a hagyományos versenyeket, hogy dolgozatokat kell írni vagy bemutatni. Évről évre az oktatási főosztály igyekezett betartani azt az iratlan szabályt, amit saját magának állított fel, hogy kiegyensúlyozottan legyenek képviselve a tömbvidékek és a szórványvidékek középiskolái. A négyfős diákcsapatok egymással vetélkedve elevenítették fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A három diákcsapat saját elképzelései alapján készítette el kisfilmjeit egy adott történelmi személyiségről. Jó hangulatban jöttünk. A készülés, bár hosszas volt, mégis megérte. Úgy érzem, hogy a kisfilm, amit forgattunk, jól sikerült. Nézőink március 15-én este 8 órától szerezhetnek tudomást a szabadságharc kevésbé ismert részleteiről, illetve az is kiderül, hogy a kolozsvári, nagyváradi vagy sepsiszentgyörgyi diákok nyerték-e a megmérettetést. Elődöntőben a Gyergyói Hoki Klub, sporttal folytatjuk.
Bejutott az Erste Liga elődöntőjébe a gyergyói hoki klub, összesítésben 4-0-ra nyerte az Újpest elleni negyeddöntőt. A csíkszeredai sportklub is nyert a budapesti Jégkorong Akadémia ellen, így 2-1-re vezet a sorozatban. A brassói Korona egyenlített a DVTK elleni párharcban. Söpréssel jutott a Jégkorong Erste Liga elődöntőjébe a gyergyói hokiklub, miután negyedszer is legyőzte az UTE együttesét. Idegenben előbb 4-0-ra, majd 6-2-re győzött a szilassi csapat, így most több ideje van az elődöntő sorozat előkészítésére. A csíkszeredai sportklub hazai pályán előbb hosszabbítás után 4-3-ra kikapott a Budapesti Jégkorong Akadémiától, aztán 4-3-ra nyert, így összesítésben 2-1-re vezet. Azért nem 3-1-re, mert a második budapesti mérkőzés eredményét játékvezetői műhiba miatt törölte a liga versenybírósága, és újrajátszást rendelt el. Visszatért viszont a pályára Bece Tihamér, aki az alapszakasz utolsó mérkőzés után kapott 3 meccses eltiltást, amit elvileg letöltött, azonban az óvás miatt kérdéses, hogy ezt miként bírálja el a versenybíróság. Ő beszélt a győztes találkozó után. Egy jó playoff hangulatot a Wildcardban, mindkét csapattól látszott egy kicsit fáradt, hisz a harmadik mérkőzés ugye a lábakban elég rövid idő alatt, úgyhogy mindenki kitette az asztalra, ami volt, ma nekünk jött ki jobban, és ezzel beúsztuk a győzelmet. Volt okuk a brassóiaknak is örülni, hiszen 7-2-re, majd 4-1-re győztek idegenben a DVTK Jegesmedvék ellen, így egyenlítettek a sorozatban. A brassói vezetőedző szerint megérdemelték a sikereket. Egy okból és egy célért mentünk oda, és meg kellett nyernünk az első meccset. Aztán megpróbáltuk megnyerni a másodikat, és tudjátok, gratulálok a srácoknak. Igen, úgy gondolom, ma este is erősek voltunk, megint két gólt lőttünk, egy gólt kaptunk, ahol nagyszerű blokkolt lövések voltak. Az első góltól eltekintve Dubeo csúcsformában volt, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertünk. A negyeddöntő sorozatok szombaton folytatódnak, a brassói Korona a DVTK-t fogadja, míg a csíkszeredai sportklub a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen idegenben lép pályára. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.